Te is úgy érzed, hogy a Bridgerton második évadjának ledarálása után hatalmas űröt átong a lelkedben, és még belegondolnod is fáj, hogy újabb egy évet kell várni a következő évadig. Szomjazol a kosztümös romantikára, a szenvedélyre és persze az intrikákra. Akkor most mutatunk 5 olyan sorozatot, amivel talán enyhítheted a Bridgerton okozta elvonási tüneteidet. Észak és dél. Az Elizabeth Gaskell regénye alapján készült 4-részes sorozat főhőse, Margaret Hale, a középosztálybeli dél-angliai lány, aki a szüleivel az északi, Milton városába költözik. Itt találkozik a jóképű, de túlságosan büszke John Thorntonnal, a helyi textilgyár tulajdonosával, akibe Margaret halálosan beleszeret. A lánya saját érzelmeinek csapdájába kerül, ami számos konfliktus okozója lesz. Kurtizánok kora. A történet középpontjában Margaret Wells és lányai állnak, amint az asszony igyekszik összeegyeztetni szerepeit anyaként és bordélyház tulajdonosként. Amikor az üzlete támadás alá kerül egy rivális madám, Lydia Quigley által, Margaretnek vissza kell támadnia, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorja a családját. Ez a sorozat szórakoztatóan és nagyon is provokatívan mutatja be a korabeli prostituáltak életét. Tudorok. Ez a sorozat 8. Henrik hírhet 40 éves uralmának korai éveit dolgozza fel. Az ifjú király 19 évesen kerül a trónra, és mivel ekkoriban az állami ügyek még kevésbé érdeklik, inkább a saját vágyainak beteljesítésén kezd el munkálkodni. Készülj fel rá, hogy intrikában, szerelemben és túlfűtött jelenetekben nem lesz hiány. Dickinson. Ez a kosztümös drémedi arról az Emily Dickinsonról szól, aki halála után lett az amerikai irodalom egyik meghatározó alapja. A sorozat egy lázongó, szabadszájú tiniként mutatja be a költőnőt, aki szabad idejében írogat és vad ötletekkel sokkolja a környezetét, miközben egyre jobban belemerül az akkoriban tiltottnak számító románcába. Scarlett. Ha te is imádtad Margaret Mitchell klasszikusát, az Elfújta a szél című regényt, vagy az abból készült Oscar-díjas filmet, akkor mindenképpen nézd meg ezt a Scarlett O'Hara későbbi életén alapuló minisorozatot is. Az Elfújta a szél Scarlett és Rhett Butler különválásával ér véget, ebben a folyatásból pedig végül kiderül, hogy vajon lehet-e közös jövője a filmtörténelem egyik leghíresebb szerelmes párjának. És ha azért a Bridgertonhoz is hű maradnál.